Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok. Én pedig Mészáros Márton. Hát, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez most tényleg egy jubileumi adás, a 31. Már nem is emlékszem, mikor volt az előző, úgyhogy gyorsan kérdezem is, Marca, mi újság van veled, mi a helyzet? Minden rendben, jó sokat kihagytunk most tényleg, és azt vettem észre, hogy máshogy mondtad a beköszönő szöveget is, mert sok szeretettel szoktunk mondani eddig, de olyan régen volt, hogy elfelejtettük. Nem, mint hogyha bárkit érdekelne valószínűleg. De a Hát, nagy szeretettel is jó. figyelj, amúgy most megnéztem, mert ezt fejből mondtam, és látszik, hogy milyen jól ment, mert amúgy az szokott lenni, hogy szeretettel köszöntök mindenkit. Én sok szeretettel szoktam mondani. Na jó, hát akkor nekem Szerintem. ez volt De ideig. fogalmam Szerintem sem. ezen túl tudunk rendülni. Igen, igen. Jó hosszú kihagyás volt. Ugye ezt elméletileg még a nyárra terveztük ezt az adást, és akkor valahogy úgy elfogytunk mind a ketten a nyár elejére, és aztán pedig tologattuk. Mindig közbe jött valami. De most az a lényeg, hogy itt vagyunk, és én nem is szeretném nagyon-nagyon húzni az időt, mert szerintem egy nagyon izgalmas szöveget választottunk. Ez ugye Szilágyi Istvánnak a Kőhull apadók útba című regénye. De azért még gyorsan néhány szolgálati közleményt azért mondjunk, úgyhogy szerintem egy külön adást tudnánk összeszedni a szolgálati közleményekből. Hát nem lehet... Kevesen hallgatnák. Hát, de mivel Véhetően. nagyon élveznénk, tehát nem lehet... Nem lehet Csináljuk jó... meg, és ne tegyük föl. Hát majd csináljuk meg, és rakjuk a végére. Szóval, hogy nem nagyon lett jobb hely a világ, amióta utoljára podcasteltünk. Egy sokkal jobban rosszabb lett. Hát sokkal, sokkal rosszabb lett valóban, de ha ti nem lennétek kedves, drága hallgatók, akkor ez ennél is rosszabb lenne. Úgyhogy most így egy ilyen nagyon rövid egymondatban szeretnénk tényleg mindenkinek megköszönni az aggódó, számonkérő, kíváncsi, puhatolódzó mindenféle visszajelzéseket szóban, levélben, telefonban, ezek tök jól esnek, és nagyon sok szeretettel köszöntjük azokat a hallgatókat, akik azóta kezdtek el minket követni, hogy legutoljára vettünk fel adást, mert valahogy azt tűnt ki a számokból, mint hogyha mi folyamatosan podcastelnénk, mert például ez a hónap is, tehát a múlt hónap az rekord hónap volt hallgatottságból, és ez a hónap is nagyon derekosan teljesít, úgyhogy hát ezt nagyon-nagyon Lehet, hálásan hogy akkor köszönjük. lennénk a legsikeresebbek, ha nem csinálnánk adásokat. Hát azért szerintem a kettő között azért van egy átmenet, úgyhogy csináljunk is adásokat, meg hallgassatok minket jó sokan. Úgyhogy ez... Így van. Köszönjük szépen. Jó, és akkor én még röviden annyit mondanék, hogy azért időközben megjelent egy jó kis podcastunkról, a Pál utcai fiúkról, egy Károly Csabának az Ésben egy kis írása, úgyhogy aki ezt esetleg nem olvasta, akkor azt majd be fogjuk linkelni a leírásokba, úgyhogy azt majd köszönjük neki is a mindenféleképpen... figyelmet, meg a elismerő szavakat. Igen, igen. Úgyhogy Marca, van-e még olyan dolog, amit itt az elején szeretnél Nincs. még mondani? Na jó, akkor most a gondolatok a lépcsőház után fejezetet azt kihagyjuk, vagy ezt a blokkot, mert most már nem is emlékszem semmire, azt sem tudom, melyik. Ja, a Chicago volt Békéspáton. Aha. De most akkor térjünk rá Szilágyi Istvánnak a Kőhull apadók útba című regényére. És akkor a szokásos kérdéssel indítanék, Marca, hogy mi neked a Szilágyi István olvasóságodnak a története? Mesélj nekünk erről egy kicsit. Én ezt úgy találkoztam ezzel a szöveggel, hogy tanítanom kellett, tehát én régen a Gutenberg könyvesiskolában dolgoztam, tanítottam, és ott ez tananyag volt. Emlékszem, hogy az egyetemen is volt róla szó, de nem volt különösebben részletesen elemezve, valahogy ott az akkori oktatónk az inkább a Grendelt favorizálta, és a Szilágyi az elég, nem is tudom, hogy valahogy így ők ketten így egymás mellett vannak a fejembe, és amikor igazán ezt ilyen nagyon élesben el kellett olvasni, az akkor volt, amikor tanítanom kellett ezt, és volt az S. Molnár Szilviának volt egy nagyon kiváló tankönyve, és ott olvastam róla először, és aztán megnéztem valamennyire a szakirodalmát, és aztán ez kiderült, hogy amúgy ez ebben a
könyvkereskedelmi szakiskolában nem tanítható, tehát hogy ez ki is kellett vennem, tehát ezt egyszer tanítottam, és vagy nagyon nem jól nyúltam hozzá, nem tudom, de hogy láthatólag ez egy sokkal sűrűbb anyag, mint hogy mondjuk egy másfél órában lehetne ezt hatékonyan tanítani. Nagyon távolinak tűnt a gyerekeknek, nagyon, nagyon idegen volt, és hát majd szerintem erről beszélni fogunk, hogy mi ennek az oka. De aztán többször újra olvastam, és nagyon, tehát hogy lenyűgöző a szöveg. Noha például a mostani olvasásomban azért jó nagy nehézségeket állított elém, tehát hogy annak ellenére, hogy viszonylag tehát többször is olvastam, azért, hogyha ezt így most össze kéne rakni, hogy konkrétan mi történik ebben a regényben, akkor szerintem jó nagy bajban volnánk. Hát, majd erre készül fel, mert rá fogok kérdezni. hogy mi is a sztori igazából. Aha. Lenyűgöző, tehát, hogy viszont nem engedi el az embert. Egy picit olyan, hogy azért rá kell hangolódni nyilván ennek a nyelvére, meg igen, nyilván ennek az igen, egész sajátos igen. logikájára, és ez nem könnyű. Tehát, hogy az eleje az kétségkívül egy kitartást igénye, de utána meg olyan szinten beszippantja az embert, és pontosan, ez egyik azon kevés szövegeknek, amit már nem él szegény anyukám, de amúgy az anyukámnak is odaadnék, hát, illetve pontosabban hát az ő példányukból olvasom most ezt, ők is olvastak, és ő is nagyon dicsérte. Tehát, hogy ezt, tehát azt mondom, hogy nem professzionális olvasók is hát nagy élvezettel tudják olvasni, hogyha elég elszánás van bennük. Igen, igen. Veled hogy volt? Nekem tök érdekes, mert én igazából Szilágyi Istvánnal igazából személyesen is akkor találkoztam, amikor a FISZ-táborban, amikor a visegrádi FISZ-táborban, és én lehettem a sofőre, nem én voltam, és én amúgy azzal a szent meggyőződéssel végeztem az egyetemet, hogy én ezt a szöveget olvastam, aha. De aztán most, hogy elolvastam, akkor kiderült, hogy ez nem egy újraolvasás, tehát hogy én ezt nem olvastam, mert erre biztos, hogy emlékeznem kellett volna. Aha. Viszont valahogy az lehetett, hogy volt valamilyen egyetemi kurz, valami vizsgára készülés, és akkor igen. valaki annyira életszerűen mondta el, hogy nekem teljesen megvolt az alapsztori. Igen, igen, igen. Hogy amikor egyszer csak csörgött a telefonom, és így beleszólt egy hang, hogy én Szilágyi István vagyok, és akkor tehát az egy nagyon szép pillanat az életemnek, és akkor még egyet hadd osszak meg, hogy még két képet vele kapcsolatban, hogy megyünk ki Visegrádra, és akkor a Megyeri hídon egyszer meleg volt, és bent ugyan a légkondi, de egyszer csak úgy gondolt, hogy le kell húzni az ablakot, és akkor ott voltak még ilyen utasok hátul, és akkor ott mentünk át a Megyeri hídon, és akkor ott le lett húzva az ablak, és akkor tudom, amikor zubog be a lehúzott ablakba, és akkor úgy mentünk, mert ő lehúzta az ablakot, és abban volt egy olyan ilyen határozottság, ami nekem nagyon-nagyon imponált. És hát magán senki nem mert szólni nyilván, hogy Szilágyi Istvánra már mégsem pirítunk rá, hogy tessék már felhúzni ezt az ablakot, hát megy a légkondi. Igen, és akkor utána meg emellett, ez nekem egy nagyon szép emlék, és emellett meg ahogy ott a táborban, tehát odaült mellé egy ilyen tök random egyetemista, és azzal a figyelemmel, és azzal a, igen, igen, tehát igen. Azzal a nyitottsággal ember felé fordulni, és tehát, hogy látszott ott, amikor valaki ott, tehát hogy így, szóval látszott azt, hogy egy igazi nagyvad. Egy olyan igen. nagyvad, aki hihetetlen. Tehát, hogy egyszerűen olyan személyes élmény volt, és hogy itt többször az, mert most is visszagondolok rá, szóval mindig az, hogy egy igazi úriember, hogy na, ilyennek kell egy írónak lenni, hogy így semmi ripacskodás, semmi póz, tehát igen. Emberileg is ez nagyon szimpatikus, pedig ez ugye nem fontos nekünk olvasóként, de hogy ez egy nagyon jó élmény, amikor ez a kettő együtt van, az egy tök jó dolog, és akkor, tehát hogy nekem így ez van, mondjad. Hát amúgy, amit mondasz, hogy ugye úgy is tudjuk a történetet, hogy lehet, hogy valójában nem is olvastuk, ugye hát ez a klasszikusságnak az egyik definíciója, nem? Tehát, hogy nem kell. Igen, nem igen. kell elolvasni, hát igen, jobb elolvasni kétségkívül, de hogy azért ez mutatja, hogy ez egy micsoda rettenetes hatású, vagy nagyon-nagyon nagy hatású szöveg. Már a többször emlegetett
Romsics Ignácféle visszaemlékezésben, ő külön egy viszonylag, hát nem mondom, hogy hosszabb fejezetet, de hogy egy 3-4 sort ír róla, hogy mekkora élmény neki, még egyetemista korában olvassa, és hogy néhány regényt emel ki, az Eszterházit, ezt, meg már nem emlékszem, hogy mi volt a harmadik, hogy abból az időszakból ez a legnagyobb olvasmányélmény. Igen, hát tényleg egy átütötte a közfalat, amikor ez megjelent. Hogyha megnéztél esetleg, most nem fogok nagyon a recepciójába belemenni, mert nem is nagyon érdekes, meg mindenki utána tud menni, de hogy a kortárs beszámolók is egyöntetűen, és minden oldalról, szóval, hogy az volt az érdekes igazából ebben, hogy a legkülönbözőbb irodalomszemléletű Pomogács Bélától a nem tudom meddig, tehát hogy irodalmárok hát egyöntetű lelkesedéssel beszélnek erről a regényről. Igen, és teljes, nem alaptalanul. Nem úgyhogy, alaptalanul. Úgyhogy mielőtt elkezdünk bármit is mondani, muszáj elmondanunk a szokásos felhívó szövegünket, hogy nem fogunk tudni úgy beszélni erről a könyvről, biztos, hogy ilyen alapvető spoiler dolgokat ne fejtsünk ki. Arra fogunk figyelni, hogy azért nagyon sok mindent ne áruljunk el. Másfelől, akármit is mondhatnánk, mert egyáltalán nem tudhatod a végén, hogy úgy van-e. Tehát, hogy most ami megfejtésünk, az egyáltalán biztos, hogy helyes, vagy nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán megfejtésünk. Igen, és akkor inkább az van, hogy bizonyos értelemben a legnagyobb spoiler az maga a szöveg, mert hogy tehát az elején kiteregeti a kártyáit, és utána kapdosod, mint Kalambó, de hogy szóval mindenkinek ajánljuk, ha még esetleg nem olvasta, vagy régen olvasta volna, akkor ezt érdemes tényleg újraolvasni ezt a szöveget, azzal a kis csillagos megjegyzéssel, hogy szóval ehhez föl kell készülni ez a szöveghez, mert ez nem egy ilyen kis... Nem tengerparti olvasmány. Nem tengerparti olvasmány, de mondjuk nyaraláshoz tökéletes, majd azt én elmondom, hogy én hol olvastam a nagy részét, de hogy azt a szokásos módon a Digitális Irodalmi Akadémia a honlapján ott ezt el lehet érni. És akkor, amúgy pedig az ilyen első kiadásokat, tehát ezt a kriterionos kiadást, ezt ilyen félére kérlettem most antikváriumban. Akkor egy kicsit erről is beszéljünk, mert ennél a könyvnél nagyon izgalmasak a kiadások, amit alapvetően tudnunk kell, amit biztosan tudunk, hogy ez a könyv először 1975-ben jelent meg Erdélyben, a Kriterion kiadónál. És mi volt még akkor? Mészöly alakulások, az is 75-ös szerintem. Hát igen, meg 77-ben jön ki ugye a Eszterházitól a Fancsikó, tehát hogy egy kicsit úgy ott vagyunk. És a termeléshez mikor? Az 79-es, vagy lehet, hogy a Fancsikó az 75-ös. Valamelyik 75-ös, na tök minden. Akkor lehet, hogy a Fancsikó. Akkor ezt gyorsan csekkolom. Akkor mondj valamit addig. Hogy nekem ez a 77-es van meg, illetve szerintem a 75-ös kiadásnak a, úgy látom, hogy változatlan utánnyomása, mert csak a dátum változik, mondjad. Majd, tehát, hogy különböző változatok vannak, és erre egy picit talán érdemes kitérni, mert ugye az egészet én onnan tudom, hogy... Elolvastad egyszer... Maszárovics Áginak a cikkét. Na pontosan, nem is egy cikkét, egy doktori disszertációt Maszárovics Ágnesnek. Ő oda járt hozzánk a Károlyra. Igen, és a Szilágyi Zsófihoz írta ezt a disszertációt. És Szilágyi Zsófia irodalomtörténészhez. Igen, és ő annyit csinált ebben a doktori értekezésben, hogy összevetette ennek a Kőhulapodók útba című regénynek a különböző kiadásainak a változatait. Ez abszolút textológia, ezen belül is a genetikus textológia, ez röviden annyi, hogy ez megnézi ez a textológia, hogy hogyan alakul és hogyan változik ez a szöveg. És hogyha le akarjuk szépen vetíteni így a kiadás történetet, akkor az nagyon röviden úgy néz ki, hogy 75-ben megjelent Erdélyben a Kriterionnál. Ennek lett egy 77-es újrakiadása, ez egy picit változott. 1980-ben megjelent a Magvetőnél Magyarországon, ez a 75-öst vette alapul, ha jól tudom, és utána 87-ben újra megjelent Erdélyben, megint változott, majd 2000-ben újfent megjelent a Magvetőnél, ahol nagyon sokat változott a szöveg. És melyiket olvastad?
Na, akkor én mondom, én a magvetőset, ami 1980-ban jelent meg, és ennek az alapja a 75-ös első kiadás. Aha. Annyit érdemes tudni, ez a disszertáció, ezt be fogom linkelni, mert akit érdekel, tök érdekes, tök izgalmas, meg lehet nézni, mert annyit csinált nem annyit, tehát ez iszonyat nagy meló lehetett, hogy fogta és összehasonlította a 75-ös kiadást a 2000-essel. És egy lábjegyzetes megjegyzést azért hadd engedjek meg, hogy az akkori főszerkesztője a magvetőnek a Király Levente volt, és vele készült egy ilyen e-mail interjú, amiben elmondta, hogy a szerző hiába egy ilyen javított kiadás lett ez az új kiadás, hogy nem járult hozzá, hogy ezt beleírják. Tehát ez az egész szöveg, ez így folyamatosan alakul, és szerintem lehet, hogy ebbe az irányba is kezdeném a hát dolgot. Hát így van, hogy... amúgy a 77-esben semmi el nem utal arra, hogy ez bármi módon a 75-ösnek egy változata lenne. Amúgy a borítója is pont ugyanúgy néz ki. Na, közben megnéztem, 76-os a Fancsikó és Pinta, tehát ez abszolút akkori. De 75-ben is volt valami. Na, 74-ben jött az Alföldbe, és 76-ban jött. Ezt írja a gyors Google professzor. Na, akkor ugye ott vagyunk, hogy van ez a szöveg, van ez a regény, ami folyamatos átalakulásokon esik túl, de hogy így most már ne csak így a levegőbe beszéljünk, hanem most már konkrétumok felé is menjünk, akkor Marca, jön az a kérdés, amit nem mindig szoktál szeretni. Hogy, soha nem szoktam szeretni egészen pontosan. Hát jó, de hát ezért jó, hogyha az ember hopmester, mert akkor nem kell ezzel, erre a kérdéssel vacakolni, csak ki kell delegálni a dolgot. Résztvevőknek. Igen, egy picit röviden foglaljuk össze, és ha lehet, akkor a spoileren belül, tehát a bizonyos esetek nyilván azt el kell mondani az elejét, de az utána lévő részt azért annyira ne spoilerezzük el, úgyhogy így röviden foglald össze nekünk, miről szól a kőhúl apadunk. Jaj, köszi szépen, ez nagyon, ez különösen ennél a szövegnél nagyon jó. Jó, tehát, hogy Jajdon nevű városban vagyunk, ami hát a borító által is reflektáltan amúgy Szila városa, ami egy erdélyi város nagyjából félúton Kolozsvár és nagy, mondjuk szatmár-németi között, és ez egy ilyen polgárváros, iparos város, 1900-as évek eleje, és a szituáció az, hogy ott él egy Szendi Ilka nevű kisasszony, aki bor termeléssel foglalkozik, és ezeknek a jajdoniaknak, ahhoz, hogy megműveljék a földjeiket, a szomszéd Egres-Telke nevű faluból járnak föl parasztok, akik amúgy vásározni is járnak, és amikor vásározni járnak, akkor náluk szállnak meg, és ott tartják a lovaikat, és nem tudom micsoda. És hát egy nagyon, nagyon tagolt társadalom, tehát egyrészt van egy ilyen fő hivatalnok réteg, vagy ilyen nagyon gazdagok, és akkor vannak középen, vannak ezek a jajdoni iparosok, és igen, akkor szintén jó módúak, azért szintén jó jómódúak, és főleg tímárok amúgy, és ennek az egész rendszernek az alján vannak egyrészt az utcavégiek, akik a város szélé raknak, és velük nagyjából egy szinten, de ezek egymást is lenézik, ezek a környékbeli falvaknak a parasztjai. Azok a napszámosok. Hát igen, akik napszámosként dolgoznak ezeknek az iparosoknak. Na és akkor az derül ki már rögtön a legelején a regénynek, hogy ez a Szendi Ilka az egyik ilyen hát napszámost meggyilkolja, mert kiderül, hogy a szeretője volt, és beledobja a kútba. Ez a kiinduló jelenetünk. Ez a kiinduló jelenetünk, és ezzel össze is foglaltuk a szöveget. Ha nagyon akarjuk, akkor ennél több konkrétumot nem nagyon tudunk meg. Még annyit, hogy ez a Szendi Ilka aztán hát rejteni próbálja ezt a bűnt, és hát eközben megbolondul tulajdonképpen, igen, és igen. Egy ilyen alternatív világot épít maga köré. És hát ilyen módon ugye a regény az egyszerre olvasható mondjuk krimiként, tehát hogy egy ilyen bűnregényként, de egy olyasfajta krimiként, mint ahogy mondtam a Kalambó, hogy igazából tudjuk, hogy ki a gyilkos, tudjuk, hogy ki az áldozat. Nagyon az elején kiderül a motivációja is, vagy egyfajta motivációja, aztán az már nagyon kétséges lesz, tehát hogy lehet, hogy a nyomozás az inkább, mármint az olvasónak a nyomozása az inkább arra irányul, hogy
hogy megtudjuk, hogy miért is kellett ezt megtennie. És aztán olvasható egy ilyen pszichológiai regényként, ahol ugye a Szent Ilkának ezt a totális elmeösszeomlását követhetjük nyomon, vagy lelki és elmeösszeomlását követhetjük nyomon. Aztán olvasható valamiképp egy ilyen szociológiai, vagy szociográfiai regényként. Igen. Én most megmondom, hogy ezt a részét élveztem a legeslegjobban, tehát most nekem ez mondott a legtöbben. Nekem is az és aztán jött. Valamennyire, tehát hogy ott, ahogy ott nagyon részletesen leírja azt, hogy ezek hogy élnek, hogy milyen szokások vannak, stb. Tehát egy ilyen, hát mondanám, hogyha nem volna anakronizmus, hogy Oraveci pontossággal, de hogy nyilván ez volt előbb, tehát hogy akkor inkább azt mondhatjuk, hogy Oraveci Imre ír Szilágyi Istváni pontossággal, vagy ő ragadja meg a leírt világot. És akkor olvasható nagyon távolról mondjuk valamiféle történelmi regénynek is, ami ugye ennek a Jajdonnak, illetve ennek a 20. század elejé, 19. század végi, hát iparos, erdély, és hangsúlyozottan erdélyi iparos társadalomnak a bukásaként, vagy a bukásának az előjeleként jeleníti meg ezt a világot. Igen. Szóval ebből is már azért látszik, hogy ez egy borzasztó sűrű szövésű és nagyon-nagyon kacifántos történet, és akkor még egyet, akkor még előzményként azért mondjunk el, hogy egy ilyen, tehát hogy egy, nincs egy ilyen lineális szerkezete, tehát hogy van egy jelen idő, ami halad nem túl sokat előre, és onnantól abból vannak mindenféle visszaemlékezések, ugye ez az Ilka meg akarja tudni, hogy ő honnan származik, vagy hogy milyen is ő tulajdonképpen, és vannak mindenféle fantazmagóriák, ami szinte egy ilyen nagyon izgalmas szála a regénynek, tehát hogy az összes szereplő, az, vagy hát a fontosabb szereplők, mint ez a Dénes, aki ugyan már a legelején meghal, Gönczi Dénes, aki a legelején meghal, azért a múltbeli eseményeket is megtudunk róla, és sőt, egy csomószor az ő nézőpontjából tudunk meg egy csomó mindent, de szóval, hogy ezek itt nagyon gyakran elképzelik, hogy mi lenne, ha. Azt nem tudom, hogy észrevetted el. Tehát, persze, hogy ez az ilyen feltételes módú, ez egy viszonylag jelentős része a regénynek, amikor ilyen fantáziának tulajdonképpen. És vannak még, szerintem eléggé idegenül ebben az én verziómban mindenféle ilyen eszék mondjuk rá, vagy ilyen kis eszmefuttatások, amik nekem most nagyon bosszantóak voltak. Sejtem, hogy ezeket hagyhatták ki a magvetős verzióból. Igen. Nagyon sok mindent felvetettél, de nagyon jól összefoglaltad, mert tényleg ez a része a legnehezebb, és egy kicsit most azért is érzem magunkat bajban, hogy az lenne, hogyha ezt mindenki olvasta volna, és mondjuk úgy olvasta volna, és én is akár, hogy akár ebben a pillanatban az összes mondat és bekezdés a fejemben van, de ez szinte lehetetlenség. Én azt gondolom, azt javasolom, hogy kezdjük azzal, hogy kicsit beleolvasnék a szövegbe, az első két bekezdést fogom elolvasni, és akkor ennek kapcsán majd a narráció irányába szeretném terelni a beszélgetést, úgyhogy akkor ezt először a részt nézzük meg. Jó. De azért szólítsunk föl még egyszer mindenkit nagyon hangsúlyosan, hogy olvassa újra, mielőtt. Mert ez egy... Meg ez újra, egy meg újra. Ez egy csoda. Igen. Jó, tehát hogy annyit felvezetésképpen, hogy ez egy 9 részből álló regény, egy nagyon sűrű szövésű szöveg, és ezzel indul. Azon a kora tavaszi éjszakán a fejedelem is megfosztatott attól, hogy csizmáit későbbi korok hajnali harmata áztathatná. Többé nem indult Jajdonba, szökve, bujdokolva, nagy hegyeknek ormántúról, őszi fellegek lepte időtájairól. Mert többé nem volt ki lovát kantászáron fogva Jajdonba elvezesse, a 7 emberöltővel későbbi jelenbe. Fekete meg piros lovak vontattak gyászhintót. Fecskék hultak cséplőgép dobba. Agyag emésztett temetési menetet. A holdvilág lassan körbejárta a szobát. De oly halk volt ez a fénynek sem nevezhető világlás, hogy csupán ritkította a sötétséget, amerre elhaladt. Szent Ilka a varrógép előtt ült, háttal az utcára néző ablaknak, alig mozdult egész éjszaka. A szétvetett ágy feléje eső része üres volt, túlfelől Gönczi Dénes elnyújtózott alakja. Ha az ember arcát láthatná, most talán rajta gondolkozna. Talán így is ezt tette,
ki tudhatná megmondani. Hát Ezzel igen. indul a szöveg. Ezzel indul Igen. a szöveg. És És semmit nem tudsz sehova se tenni. Nincs egy valódi kontextus. Itt rögtön be vagy dobva a mélyvízbe, és vannak ezek a egészen gyönyörű mondatok, nem? És így egyszerűen így kapaszkodsz, hogy Jézusom, most ez miről szól? Jézusom, most ez mit jelent, nem? Tehát, hogy ez az élményed, hogy milyen fejedelem? Hogy jön ide a fejedelem? És igen, pontosan. akkor az van, hogy meg ki is ez a göncidelem, meg miért, meg hol vagyunk? És hogyha meg azért érdemes újraolvasni, mert mondjuk ebben a pici jelenetben, amit most leírtál, hirtelen három olyan dolgot is észrevettem, ami majd később lesz jelentős, ugye? A vörös és fekete lovak, ugye a Igen, Szendi igen, igen, Krisztinának igen, a igen. temetői menetét, fekete és piros lovak Igen, húzzák, igen. vagy a halottas kocsit. Akkor a csizmatakarítás, ugye, ami egyrészt akár a fagyas Józsi elmondja, hogy Igen, ő igen. úgy hálálta meg a Szent Ilkának, a nagypapájának azt, hogy befogadta őt Igen, 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 igen. inasnak, hogy éjszaka bemászott és kitakarította a csizmáját. És És ez ott a egy fejedelem, ott ez a És ott fejedelem a lényeg. fejedelem, Aha. aki meg ugye majd megtudjuk, hogy egy festmény igazából, és valahogy a Szent Ilkának a már akkor is őrült fejében, a fejedelem és a Gönczi Dénes, az valahogy összekapcsolódnak, mégpedig Igen, valószínű igen. úgy, ha lehet rögtön egy értelmezési javaslat, ahogy itt el van mondva, hogy senki nem hívja már, nem, senki nem vezeti be a lovát, hogy a Gönczi Dénes az, aki bevezeti a fejedelmet, tehát a Gönczi Dénes nélkül a fejedelem az, mármint Rákóczi, nem Igen, tud igen. bejönni a jajdomba. Mert, és ebben mást is tudjuk, hogy a Gönczi Dénes halott, azért nem fogja senki bevezetni, ami még nincs is kimondva igazából a szövegbe, de hogy az egész ilyen szinten van összeépítve, hogy egyetlen pici dologból tulajdonképpen, hogy mondjam, egy ilyen nagyon-nagyon erőteljesen fraktálszerű, tehát hogy fraktálok azok ugye azok a olyan alakzatok, amikbe, hogyha belenagyítunk mondjuk rá, akkor ugyanolyan alakzatokból épülnek fel. Tehát, hogy akár meddig nagyítod, ugyanazt a formát fogod kapni. Tehát ami ugye a hermeneutikának is egy ilyen hát alapelve, ugye a csebben a tenger. Tehát, hogy a pici részből Igen, következtethetsz az igen, egészre. igen. De most ebben a regényben, hogyha bármelyik részbe bele nagyítasz egy picit, akkor vissza tudsz következtetni az egészre. Csak ahhoz, hogy ezt értsd, ahhoz többször kell olvasni. Tehát, hogy itt tényleg arról van szó szerintem, hogy itt nem elég az újraolvasás, és valószínűleg hogy akkor jártunk volna helyesen, hogyha ezt kétszer, háromszor, négyszer elolvasod egymás után. Tehát, hogy és amit ahogy te is kezdted nagyon helyesen, hogyha itt volna minden mondat a fejünkben, akkor lehetne igazából érzékelni ennek a komplexitását. Ezt nagyon jól mondtad, egy pici kiegészítést tenni, úgy fogalmaztál, hogy ahogy írtad az elején, hát bárcsak én írtam volna, én ezt csak felolvastam Marca, úgyhogy Ja, ja, ez ja, a ja, része. És ja. akkor most ehhez a képhez, akkor még azt a sztorit elmesélem neked, hogy én ezt Rómában olvastam, azután kezdtem el, amikor ott voltunk egy ilyen családi nyaraláson, hogy például a Vatikáni Múzeumban megnéztem a Raffaellónak a stanciáit. A kedvenc Aha, képem az aténi iskola, és aha. az a monumentalizmus, ez a vibráló képek, és akkor esténként ezt olvastam, és ezek a mondatok, ez a kettő együtt, az nekem, tehát ennél érdekesebb, hogy a Vatikáni Múzeum után olvasol Hát igen. erről a jajdonról, ez valami nagyon És izgalmas volt. minden egyes bekezdés egy festmény tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy Pontosan, pontosan. olyan, és nem fénykép. Tehát, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy nem fénykép, hanem festmény. Tehát, hogy érezhetően egy csinálmány, tehát érezhetően nem a Igen, valóságot igen. látod, hanem egy csinálmányt lát, de olyan részletessége, meg olyan szenvedély van benne, hogy ez nagyon-nagyon nagyon izgalmas, amit mondasz a Raffaellóval kapcsolatban, igen, tehát, hogy nagyon, nagyon erősen képszerű, de pontosabb talán azt mondani, hogy nagyon erősen festményszerű. Igen, és akkor egy picit menjünk ebbe az irányba, hogy ez a szöveg, ez nagyon nagy felkészültséget, türelmet, nagy vonalúságot vár el az olvasójától, de azt gondolom, hogy megéri, nagyon megéri. Mondjuk én 50 oldalnál többet nem tudtam belőle olvasni, tehát hogy ez nekem így, szóval, hogy így az Leszívja az ember agyát, leszív igen. az ember agyát, de nagyon-nagyon jó.
és azért remélem, hogy kedvet csinálunk, és nem elrettentjük a hallgatókat ettől a szövegtől. Szerintem És akkor ki... felkészültséget annyira nem igényel, hanem tehát, ha Elkötelezettséget. igen, hogyha ha engeded, Igen, vagy igen. belemerülsz ebbe a dologba, akkor Akkor visz nagyon magával. működik, igen. És majd remélhetően ki fogunk térni, lesz időnk olyan dolgokra is kitérni, amelyekkel ezeket még jobban alá tudjuk támasztani, hogy azért milyen sok mankót és segítséget ad a szöveg. De akkor egy kicsit így a narráció irányába vinném el a beszélgetést, mert szerintem ez az egyik legizgalmasabb része, és mondanék én egy felvetést, és akkor kíváncsi vagyok, hogy te ehhez mit szólsz, hogy nekem az lett a megfejtésem ezzel a narrátorral kapcsolatosan, hogy ez egy olyan narrátor, amely egyfelől az lenne a gondolatunk, hogy ez olyan szintű minden tudás birtokában van, hogy ő mindent tud a szereplőiről, de érdekes módon ezt nem úgy teszi meg, hogy ő folyamatosan kijelent dolgokat, hanem a szereplők saját élettörténeteit más szereplőkkel mondatja el. Mondok egy példát. Ott van ez a Szent Ilka, annyit kell róla tudni, hogy ő viszonylag egy, nem is viszonylag egy kései gyerek, több testvére is korán meghalt, és hogy nem nagyon tudja a szüleit, nem nagyon ismeri a családnak a múltját, és hogy ezt nem a narrátortól tudjuk meg, hanem folyton olyan szituációkat teremt ez a narrátor, hogy például a Faggyas József nevű, akit már te is emlegettél, aki egykor az ő nagyapjánál szolgált, mint tímárinas, ő mesél el rengeteg mindent a saját apjáról. Vagy a saját apjának a halálát, azt egy szüreti munka kapcsán, amikor a présházban húzzák a prést, akkor tudjuk meg, az erdőkerül, vagy a kerülő meséli el a Gönczi Dénességnek éppen ezt a történetet. Viszont ezek a figurák éppenséggel a legmegbízhatatlanabb elbeszélők. Tehát az az érdekes, hogy ugye mind a Faggyas, mind ez a kerülő, mind a kettőről tudjuk, hogy egyrészt piszkosul elfogultak ő ellenük, másrészt szeretnek hazudozni, harmadrészt utálják az egrestelkieket, mindennel az egrestelkieket vádolják, iszonyúan elfogultak, és egyáltalán nem tudhatod, hogy amit mondanak vagy mesélnek, az egy pici igazság is van-e benne, nem? Tehát, hogy inkább, tehát igen, nagyon-nagyon izgalmas ez, amit mondasz, hogy vélhetőleg az elbeszélő lehet, hogy mindent tud ezekről, de hogy neked semmit nem köt az orrodra. Tehát, hogy amit mond, abban mindig Igen, kételkedned kell. igen. És akkor még egyet a narrációhoz, hogy nem tudom, hogy a magvetős kiadásban hogy van, de ebben a kriterionos kiadásban ugye nincsenek jelölve a párbeszédek, tehát ugye ez a szokásos gondolat jellel, vagy nagykötő jellel, ugye, nem jelöli, hogy mi az, ami a párbeszéd, és mi az, amit csak a narrátor mond. És egy csomószor nem tud eldönteni, hogy amit olvasol, vagy eleinte nem tud eldönteni, hogy nem, végig, tehát hogy végig játszik ezzel a szöveg, hogy gyakorlatilag eldönthetetlen, hogy most a narrátor beszél, vagy valamelyik szereplő beszél, vagy valamelyik szereplő gondol valamit, ugye az Ilkának a gondolatai azok gyakran kurzivá vannak. Jó, Tehát de egyezik, mindenkinek a Dénesnek is igen, amit bekúzibálja. nem mond ki, igen, tehát ugye jó, csak ő viszonylag keveset gondolkodik ebben, de nem, de az elején azért ő is sokat gondolkodik. Igen, tehát de ők ketten vannak ilyenek, ugye, akiknek a gondolatait azt így kurzibálja a szöveg, de amúgy pedig nem tudhatod, hogy amit olvasol, azt a narrátor mondja neked, vagy az egyik szereplő beszél éppen. Vagy nagyon-nagyon-nagyon furcsa, és zavarba, meg hogy nagyon nehéz visszakövetni, hogy most melyiket kimondja, ugye? Azon is egy csomószor, hogy van egy párbeszéd, és most így belezavarodsz, hogy most akkor ez ki mondta igen, ezt? Igen, hát figyelj, tudod, én ceruzával mindig jegyzetek, és volt, amikor én direkt írtam, hogy ki beszélt, tehát ki mondja, hogy ez meglegyen, és amúgy ez a párbeszéd gondolatjelek nélküli tördelése, ez honnan ismerős neked? Most hirtelen semmi nem jut eszembe. Ez a nádasnak, ugye a párhuzamos történetekben. Ja, igen, van, tényleg, ugyanez ott van. Is ez van, ez egy az egybe utaz. Igen, igen. Hogy egy összeolvasást tudom, hogy tökre megérni a két könyv. Ez csak így egy ilyen nagyon zárójeles. Hát, hogyha valakinek van egy 20 éve, akkor szerintem hát már is kezdjen bele. Ezért mondom. Ez nagyon jó, hogy ezt a tipográfiával való tördelést, mert igazából azért ez is egy picit nehézség a könyvnek, szerintem, hogy ilyen nagyon
terített, nagyon ilyen, nagyon bőbeszédűek ezek a bekezdések, és nincs a haladás érzése, hiszen sokszor olvasóként ez a nehéz, hogy így elkezdesz egy fejezetet, és úgy érzed, hogy soha nem lesz vége. Igen. És másfelől a narrátor, amit így említettél, hogy egy folyamatosan bizonytalanságban tart, illetve hát ő nem arról beszél, ami éppen téged aktuálisan érdekelne. Az első jelenetnél említettük, hogy ott fekszik ez a, ott ül az Ilka ezen a varrógép előtt, és ott fekszik a Gönczi Dénes az ágyban. Hát hosszú-hosszú oldalakon keresztül, ez most ismét spoiler, hosszú-hosszú oldalakon keresztül nem tudod eldönteni, hogy ő most tényleg halott el, mert hogy egy csomó utalás van, kihűlt az ágy mellett. Tehát ez simán lehet azt gondolni, hogy, ez, hogy ők ott vannak. Fogalmat sincs, hogy ki ez a Gönczi Dénes. És végig az van, hogy amikor már végre megtudod, hogy mi történt, magát a gyilkosságot pontosan azt nem nagyon, nagyon sehol nincs róla szó. Leszúrja egy ollóval vélhetőleg. Leszúrja egy ollóan, de ezt konkrétan nem mondja el, és ez ismét spoiler. Van egy beszélgetés, amiben úgy arra gondol, hogy mit gondolhatnak róla a jajdoniak, és esetleg abban egy kicsit ilyen utalásos vonal van rá. De hogy ennyi. De hogy értsük azt, hogy az a rész érdekel minket, hogy akkor mégis ki ez a Szent Ilka, ki ez a Gönczi Dénes, nem, ehhez visszajönjük az időben, és így nagyon messziről elindul, szép, lassan, komótosan, és hogy ez néha tényleg türelmet kényszerít ránk, de éppen ettől nagyon-nagyon izgalmasan. Igen, mert hogyha meg, és itt nem javasoljuk senkinek azt, hogy belelapozzon, mert a legkisebb, vagy akár a legfontosabb, vagy minket legjobban érdeklő információ morzsák, azok egy így ilyen igaz, negyed így mondatban igaz. Így valami tök más kapcsán így meg vannak említve, tehát hogy ilyen értemben azért ezért egy nagyon szigorú és nagyon barátságtalan könyv, nem? Tehát hogy megdolgoztat, tehát hogyha végigfigyelned kell, tehát hogy itt nincs mese, mert akkor még jobban összezavarodsz, és akkor nem érted a végén, hogy azért zavarodtál le össze, mert nem figyeltél, vagy azért zavarodtál le össze, mert valahogy az egész konstrukció úgy van megcsinálva, hogy ne legyen más esélyed, mint összezavarodni. És azért igen, a kettő igen, élmény az nem igen, egészen ugyanaz. Igen. Én ugye a hallgatóknak mondom, hogy így Marcával azt beszéltük meg, most hát én azt kértem tőle, hogy hozzon három jelenetet, három részt, amit majd föl is olvas, és akkor kicsit arról beszéljünk, mert megmondom őszintén, hogy így általánosságban nagyon-nagyon sok mindenről lehet beszélni, de szerintem próbáljuk egy kicsit úgy megközelíteni a dolgot, hogy felolvasunk egy rövid részletet, akár lehet egy kicsit bővebbre is ereszteni, és akkor annak kapcsán tudunk sok mindenről beszélni, meg hát megmondom őszintén, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy te melyik három részletet választottad ki, és azon izgulok, hogy nehogy ugyanazt hozzunk, de hogyha ugyanazt hozzuk, ez akkor az meg eléggé valószínűtlen. Az a szituáció, hogy meglesi a kapásokat a Szent Ilka. Fölállt, újra a két kapást figyelte, a megzokult földel viaskodókat kurzívval, tehát gondolja, úgy látszik, a kereszt barázdáig akarnak feljutni, és akkor majd elhúzódnak valahová, hogy megegyék az ebédjüket. Ha a Szendi kisasszony nem jött volna ki, itt ennének a verandán. Leülnének egymással szemben az asztal két oldalán, kiterítenék a csíkos vászonkendőt, és arra szelnék a kenyeret, aprítanák a hagymát. De mert ő itt van, inkább kucorognak majd a göröngyön, a cseresznye falat. Furcsa szemére, ezt Ilka jól ismeri. Idézője, vagy megint kurzívval, a Szendi kisasszony ne lássa, mit esznek, s hogyan. Hiába, hogy a kisasszony is azt hozott ebédre, amit ők. Ha megkínálják őket, elfogadják, de a hazai ellenmozsiáikat úgy takargatják, mint mesztelenségüket. Kalapjuk eltakarja az arcukat, válluk széle és karjuk, mintha a kalap karimájához lenne kötve, megint kurzívval, álljanak hát ki a sorból, és pihenjenek. Leteszi a gombolyak hársat, úgy bámul rájuk, mintha egyetlen mozdulatukat sem akarná elszalasztani, pedig a mozdulatok végeérhetetlenül ugyanazok. A szemével nem parancsolhat nekik, mintha csak emiatt kért bosszúságában kilép a veranda sarkához, leszól. Dénes, jöjjön csak! Na, nem tudom, hogy erre emlékszel erre hát, a részre. Hogy ne emlékeznék, igen, hogy ne emlékeznék. Ez egy kulcs momentum. Ez a mondat, ez egy kulcsmondat. Így van. Ez a Dénes, jöjjön csak. És csak itt egy picit kiegészítésnek tenném, hogy ugye az egyértelmű lesz számunkra, olvasóként, hogy ez a Szent Ilka és ez a Gönczi Dénes, hogy ezek összejöttek valahol. De én az elején sokáig nem emlékeztem arra tisztán emlékszem, hogy amikor először olvastam, hogy itt most szexről van-e szó, vagy nincs. És aztán persze kiderül, hogy igen, de hogy ez hosszú ideig amúgy nem egyértelmű. Abszolút nem. Abszolút Igen. Nem egyértelmű. Tehát, hogy... És hogy...
úgy kell elképzelni, hogy ez a jelenet olyan szinten van előkészítve, hogy most már tényleg ott vagyunk, és hogyha az erotikus, mert ez egy nagyon iszonyatos erotikus, tehát nagyon-nagyon erotikus jelenet, olyan hosszú az előjáték, hogy már nem is emlékszel, hogy ez most, hogy mibe vagy, mert azt várod, hogy ez legyen, de közben elkanyarodik a szöveg, évszázadokat visszamegyünk, és Igen. utána jövünk vissza ehhez a jelenethez. Így, így, így. Tehát tulajdonképpen ez az a pont, ahol az Ilka fölszedi a, vagy hát, hogy mondjam, az ágyába, vagy a, hát még nem is az ágyába, hanem a, hát maga mellé kényszeríti a Igen, és DNS-t, akinek ez nincs ellenére természetesen. De hogy ez annyira magától értetővé van téve, és hogy közben, amit említettél, hogy felsoroltad, hogy mi minden módon lehet ezt a szöveget olvasni, tehát egyszer ezt lehet olvasni egy erotikus regénynek, simán lehet. Másfelől egyszerre, amit hogyha a puszták népét olvasnád, és egy olyan szintű szociográfia, és egy olyan szintű szociológiai megközelítés, ami nagyon, nagyon, nagyon izgalmas és hiteles lesz. Ráadásul nekem van egy nagyon erős ilyen pincélmény, mert gyerekkoromban nagyon sokat voltunk, hogy emberben van egy szőlőnk, és akkor ez a pincébe lenni, ezek az illatok, ezek nekem nagyon-nagyon jönnek, és hogy abszolút az az emberérzés, hogy tényleg ő is ott van ebben a hideg présházban, és hogy ott történik dolog. Úgyhogy ez... Azt akarom még mutatni, vagy azért gondoltam, hogy erről egy picit beszélgessünk, ugye hogy rejtegetik előle azt, hogy mit esznek, és valahogy ugye úgy fogalmaz a szöveg, hogy mint mesztelenek lennének, vagy valami ilyesmit Igen, mond. pontosan így mondja Tehát, mesztelenek. hogy itt ugye másrészt meg rögtön van ez a társadalmi különbség is, ugye? Tehát, és akkor ugye az az alapszituáció, amit még talán nem említettünk, hogy az a jajdoni társadalom számára épp úgy teljesen abszurd és elfogadhatatlan, mint az egrestelki társadalom számára, hogy egy egrestelki parasztember és egy jajdoni iparos lány az egymáséi legyen bárhogyan. És hogy tulajdonképpen ez a társadalmi, azért gondoltam ezt a jelenetet kiemelni, mert hogy megint a csebben a tenger, tehát hogy egyrészt, ahogy ők egymáséi lesznek, annak az első, annak a bevezetője, és hogy ott már rögtön az előző fejezetben, vagy az előző bekezdésben arról van szó, hogy ez a két társadalmi csoport, az egyrészt nem érti egymást, fogalmuk nincsen a másikról, másrészt, hogy valami olyan szakadék van köztük, ami tulajdonképpen áthághatatlan. És akkor erre mondja azt, hogy mintha csak emiatt két bosszúságában kilép a veranda. Mintha csak, de tudjuk, hogy hát nem azért, miért nem teszik le a kapát? Hát ha fáradtak, tegyék le a kapát. Ugye így gondolkodik az Igen, iparosság. igen, Miért nem igen, lehet igen. kiállni a sorba? Hát fáradt, egyenek. De nem, hanem ők valami más módon működnek. Szóval, hogy tulajdonképpen igen, azért nem leszünk szerintem előbb ezekkel a bekezdésekkel, mert mindig az egészről kell közbe beszélni. Tehát ahhoz, De hogy egy éppen ilyen, emiatt jó, egyes ilyen emiatt jó. bekezdéseket meg tudjál. Ja, hát nem azt mondtam, hogy nem jó, csak hogy tulajdonképpen mindig szanaszéjjel fog szóródni a dolog. Tehát nincs gyakorlatilag olyan bekezdés, ami csak vagy egy olyan fejezet, vagy nem tudom, ami csak önmagában állna, hanem mindig az egészre Abszolút, utal. igen. És hogy ebben a hierarchikus viszonyban egy kódolva is van, hogy ennek csak tragédia és bukás lehet a vége. Igen. Ez is, és ez végig ez volt. Tehát van ez a kísérteties gondolat. Én még ehhez egy dolgot mondanék, ehhez a jelenethez, hogy a könyvben van több étkezős jelenet, amelyek kulcsfontosságúak lesznek, most ezeket direkt nem akarom említeni, de hogy ha most csak azt végigvennénk, hogy ebben a szövegben hogyan esznek, és azok a szituációk hogy működnek, Hát igen. az is, tehát Hát nekem a, nekem, igen, nekem a igen. fagyasnak a megetetése az Jó, az oké, egyik legsúlyosabb. Az egy nagyon-nagyon erős rész. Akkor figyelj, akkor hozom az én hoztam egy, hát én megmondom őszintén, én hoztam egy azért egy spoileresebbet. Na. Úgyhogy én akkor kezdem ezzel. Ja, így van ez a rész, hogy kikelt az ágyból, már Szent Ilka, a sötétben felöltözködött. Kint a konyhában nem gyújtott lámpát.
kinyitotta a külső ajtót, a verendára a szél behordta a havat. Fekete szántás az éjszaka, a felhő barázdáiban nem csillan a szél ekélyesen. Visszaszaladt az udvarról, az ajtókat nyitva hagyta. A hátsó szobából fekete hárászkendőt hozott, vállára terítette. Anyjára kellett volna, hogy terítse, mielőtt rászegezték novemberben a koporsó fedelet. Visszament a halott Gönczi Dénesért a szobába. Emelte, cibálta, vonszolta magával kifele. A nehéz férfitest esetlenül engedelmeskedett. Időnként nagyon halk, sipító szusszanás hagyta el a melkosát. Üszködött vele a tornácon hátrafele. A ház hátulsó sarkánál nekitámasztotta a falnak. Visszacsavarta rá, köréje igazgatta a gyolcsot. Közben megpihent. Aztán újra fölnyalábolta, és vitte a havas udvaron. A gyolcs megint lebomlott. A hóban taposta, rogyadozva kínlódott tovább, míg végre ott ásított előtte a kút, káváltlanul. Elereszti a halott Gönczi Dénest, félreugrik, lesi zuhanását, közben a letekeredett gyolcs végét nézi, mind szögdös, húszik rángva a fekete mélység felé. Az ember már lent utácsol, a kút kövei között, leszáll rá csöndben a fehér gyolcs lepel. Hát ez szép. És akkor azt kell mondani, hogy ez nem egy ilyen kiugróan erős bekezdése a szövegnek. Ilyen a szöveg, ennek ilyen a nyelve. Hogy így olvasás közben is az az ember érzése, hogy most valami verset olvas. És ennek a sűrítettségével, ennek a tömirettségével, úgyhogy ez zseniális. Abszolút. Na, ezt a jelenetet csak azért szerettem volna hozni, mert ez szintén ugyanazt a részt mutatja meg, hogy itt is vannak utalások. Itt a halott anyára van utalás is. Hogyha így utólag olvasjuk a szöveget, akkor ez egy kulcsjelenet lesz az anyja halála is. Az anyja halála éjszakája, kulcsjelenet lesz a temetés is. Tehát, hogy mind-mind ott van, amit nekünk elvileg még nem kell tudnunk, vagy nem lehet tudnunk, de már jól lenne tudnunk. És utólag visszaolvasva ezek így nagyon szépen előadják. És hogy ennek kapcsán egyet azért kérdeznék, hogy így neked hogy volt? Vissza tudsz emlékezni, hogy a Ilkehoz való viszonyod az hogyan alakult olvasás közben? Ugye ez volt ebben, mert nekem ez nagyon, nagyon különleges, aha, mert kíváncsi vagyok, hogy neked hogy alakult ez. Aha, hát így ezt így a folyamatában nem tudom, de hogy nyilván pont, ugye tulajdonképpen az egész regény erről szól, hogy senki nem érti az ő motivációit, ugye? Tehát, hogy még az elején, ott ugye van egy ilyen igen, beszélgetésük, igen, a, igen. Van egy beszélgetésük a Gönczi Dénessel, és ott valahogy reflektál rá az Ilk a saját magának, hogy hát, hogy miért is ölte meg tulajdonképpen, tehát, hogy így visszaemlékszik a beszélgetésükre, és valami olyasmit mond, hogy lényegében már tőle függetlenül kezdett el működni, és ezt ő így nem tudta elviselni. De aztán egy csomó más mód, és ez még úgy valamennyire ebből a társadalmi hierarchiából akár érthető is volna, nem? Hát, hogyha ő már így szégyenbe hozza magát, meg így megalázza magát, úgymond, hogy egy parasztal fekszik ágyba, igen, akkor legalább csinálja azt, ami, hogyha szolga, akkor legyen szolga, ugye ez az úr szolga viszony, ez a másik, ami egy ilyen, igen, ilyen igen, tehát igen. Hogy ez a, hogy valami ilyen uralkodni vágyik az Ilka, de aztán közben meg arra jutsz, hogy egy csomó olyasmit csinál amúgy a regény során, ami meg nem egyértelmű, hogy az uralkodásról szól csak. Tehát, hogy például amikor szájon csókolja a nagybátyját, vagy megpróbálja ágyba vinni ezt a hát Béla urat. Elcsábítani a Béla urat, ami nyilván érthető egyrészt úgy, hogy nem bír magával, mert hogy ő egy ilyen valami extrém bővérű nő, de a sokkal valószínűbb dolog az meg az, hogy egyszerűen teszteli a környezetét, hogy mi történik, vagy pontosan. és hogy minél extrémebb helyzetekbe hozza a környezetét, és ezt végezt játsza, tehát hogy mindenki frettek tőle, mindenki fél tőle, mert soha nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő lépés, de hogy aztán meg az derül ki, hogy az egésznek valahogy, mintha az volna a célja, hogy megtudjon valamit saját magáról. Na, ebbe a szituációba hogy fogok viselkedni? Na, létrehozok egy nagyon kellemetlen szituációt, és akkor mit fog csinálni? Ugye, hogyha, igen, ha emlékszel ott a végén, mert ugye az azt van, ne mondjuk inkább, mert szerintem azt tényleg hagyjuk meg az olvasóknak, ha esetleg valaki nem olvasta még. Mit?
Hát, amit akarsz mondani, hogy így hogyan őrül meg, nem ezt a dolgot mondani. Hát nem, hanem hogy a szöveg is reflektál rá, hogy kívülről figyeli magát. Ja, Tehát, igen, ott. hogy megsokszorozódik tulajdonképpen sokféle szendélyével. Igen, Néha igen, igen. kedves, néha... És van egy külső szendélka, aki figyeli ezeket a szendélkákat. És hogy, Igen, és hogy igen. ő igazából ezek a nagyon kellemetlen szituációk, mintha valahogy az önismeretről szólnának. Tehát, hogy és mond még egy ilyet is, hogy mintha csak azért hozta volna létre ezeket a perszónákat, vagy személyiségeket, mert Igen, tudta, hogy igen. egyszer majd szüksége lesz rájuk. Igen, Tehát, igen. hogy ő igazából retteg ebben a világban, ugye, és mindenféle személyiség jegyeket ő igyekszik fölvenni ahhoz, hogy képes legyen megvédeni magát. És akkor Igen, mindig akkor van igen. a zavar, amikor kiesik ezekből a szerepekből, és akkor ez a külső szendéka, aki figyeli ezt az egész őrületet, az meg is ilyet, hogy Jézusom, kiestem a szerepből, és reflektál is Igen, saját igen, magára, amikor a igen, Marival igen, beszél igen, például, igen. aki a Szendi, vagy aki a Dénesnek a valódi felesége. Igen. Nálam úgy alakult, hogy válaszoljak a saját kérdésemre, nálam úgy alakult ez a Ilkához való viszonyom olvasóként, hogy az elején így nagyon tetszett, még nagyon jó karakter, tehát nagyon sok minden van, mert nem tudsz róla, nem ez a, tehát egy nagyon jól fölépített karakter, és egy idő után, és úgy ugye ez egy kulcsmotívum a szövegnek, ugye, hogy van egy büntet, egy gyilkosság, ami szemmel láthatólag a hatóság szintjén, tehát hogy a virág helyreálljon, az nem fog leleplezni. Sőt, olyan érzésed van, hogy ő már arra hajt, hogy mint amikor a gyilkos visszamegy a helyszínre, hogy na, hogy hátra lebukik, vagy hátra elkapják, és extrémebb dolgokat csinál, hogy egyszerűen valahogy végre elkapják, és közben az jön, hogy ugye a társadalmi büntetés elmarad, de közben meg jön egy olyan önmarcangolás is, és ebben lesz egy szituáció, amikor így egyre többet tudsz meg róla, ugye szintén a sok-sok szereplő által, hogy azért ő iszonyatosan kegyetlen, gonosz és lopra, Szadista. és szadista tud lenni. Tehát kezdve ott ugye azt szerintem, mi nem is lehet, hogy nem is említettünk, hogy azért egy fontos információ az, hogy a Gönczi Dénes elhatározza egy ponton, hogy ő elmegy Amerikába. És akkor lényegében a búcsú estén, amikor bemegy az Ilkához, akkor történik meg a gyilkosság, és ugye ez a Ilkának ez nem áll be a helyére, hogy egyáltalán nem is tudott erről az elmeneti szándékról, és hogy ha a kúton nem is futnak össze, akkor elképzelhető, hogy a Dénesbe sem megy hozzá, de ebben sem lehet biztos, mert a Dénes szándékait sem tudjuk 100%-osan, és hogy ettől Hát izgalmas a dolog. például az Ilka egy ponton úgy véli, hogy igazából a Dénes akarta megölni őt. Hát, hogy ő nem ment Pontosan, volna, tehát, hogy ő igazából pontosan. nem is akart Amerikába menni, csak őt akarta meggyilkolni. És akkor ugye, mert hogy az alapszituáció az még az, hogy a Dénesnek van három gyereke, három fia, és van egy Mari nevű felesége, Igen. és közben ez a szerető, és hogy valójában egyik helyen sem érzi jól magát. Tehát, hogy arra azt el is meséli a Dénes, ugye ez az utolsó beszélgetésükben, hogy attól kezdve, hogy ő az Ilkával összejött, soha többet nem érezte otthonosabb magát. Viszont az Igen, Ilkánál igen. mindig haza akart menni a feleségétől, meg mindig az Ilkához akart menni, és ebből akart úgymond kitörni azzal, hogy Amerikába megy. Ugye, és hogy ez is kérdéses, hogy igazából ő Amerikába akart menni? Ugye van az a, van, ugye tudjuk, hogy kivette az út, vagy a útlevelet, az kiváltott, az kiderül, ezt Igen, igen, megmondják ugye igen. a csendőrök a Marinak, a feleségének, viszont az Amerikára szánt pénzt, az pedig megtalálja a Mari az órájukban. Az otthoni Az órájukban. otthoni órájukban. Tehát, hogy igazából most már akkor tök nem tudhatod, hogy most akkor lehet, hogy azt akarta, hogy oda megy, megöli az Ilkát, és aztán elbújdosik. És miközben azt hiszik, hogy Amerikában van, majd egy év múlva jelentkezik, hogy hazajött Amerikából. Vagy hogy is van ez? Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Ez a része tényleg nagyon izgalmas. Figyelj, menjünk a következő bekezdésedre, mert kíváncsi vagyok.
Az így hangzik, ezzel a Béla úrral, aki egy, tulajdonképpen egy értelmiségi figura, aki világlátott ember, de megbukott, tehát ő az anyjának a rokonság, az anyjának a testvére, és ő még egy ilyen kívülálló a faluban, hasonlóképpen, mint inkább az ilyen kis, Ilka. igen, Hát ő egy városokban. hivatalnokként dolgozik, de ő a családnak egy ilyen nagy reménysége volt, de mint kiderült, kártyaadósságokba verte magát, Bécsben és Kolozsváron, és az Ilkának az apja pedig nem adott neki, azt nem fizette ki, úgyhogy valahogy haza kellett neki jönnie, vagy kb. Haza kellett Ez a menekülnie ebből a sértett, ez a társaság. sértett Sértett, nemesi. hát igen, de közben ő azért mégiscsak egy intellektuál. Tehát, hogy ő a Igen, faluban igen, az igen. egyetlen, ő a kívülálló, amit amúgy ebben nagyon hasonlít az Ilkára, mert az Ilka is Igen, kívülálló ugye a igen, faluban, igen. hogy miért nem megy el, az számomra amúgy végrejtélyes. Tehát pénze megvan rá, lehetősége megvolna rá, de mégsem tudja otthagyni Ajdont, mármint az Ilka. Jó, Jó, tehát de ő vele... bocs, de szerintem azért nem, mert ugye a gyilkosság után ugye nem menekülhet, mert neki minden természetesen kell tennie, mert az gyanús lenne, szerintem. Hogyha ő Ez a elmenekülne, kérdés. hát igen. De az nem gyanús, hogy éjszaka gyűjti a köveket Na jó, hát és oké, hagyjuk, kosárral jó, cipeli, oké, de jó. jó, amivel tölti fel ugye a kutat, amibe beledobta. Jó, tehát, hogy olvasom egy ilyen összefoglalása van egy ilyen viszonylag hosszabb vitának. Amúgy mindig ezek a beszélgetések szerintem a legizgalmasabbak a Igen, regényben, tehát, igen, hogy igen. amikor... Bátya, szerintem minden úgy szép, ahogy megtörtént. A kis testvéreim koporsóit néha olyanoknak látom, mint valami muskátlis ládikákat. Meghaltak, hogy Szendi Endre ne lehessen nagyra velük. Meghaltak, hogy Szendi Endrét ne képzelhessük el hatalmas, erős, magafajta fiaktól körülvéve, hiszen az úgy már nem lett volna igaz. Az életnek rémes arányérzéke van. Aztán figyelje csak meg a nagyapámat, Szendi Bálint ténsúr, ott menetel a 48-asokkal, csatázik, öldököl, majd odadobja a kardját, meg a szuronyát világosnál a csomóba, és mint aki jól végezte dolgát, hazajön, hogy húsolja a bőrt a patakparton tovább. Igen, mintha csak ezért ment volna el csatázni, hogy legyen mit felemlegetni még nekem is, most két ember öltő után. És ezt a tisztes öreg harcost, akit elkerültek a golyók, meg a kartács, akit nem tiportak el a lovak, szép csendben agyonverik a saját szőlőjében a saját napszámosai. Az a fő, hogy mi mindig jól kijöttünk a parasztokkal, akik méghozzá úgy tették el a nagyapámat lábalól, hogy a pandúrokat se lehessen utánuk riasztani. És nem érzi bátya, hogy az apám halála is milyen tökéletes? Most ne a felhasított kocában nyüzsgő malacokra gondoljon, hanem arra, hogy apám, akiről végül kénytelen, kelletlen, az irigyei is elhitték, hogy megöregedett, hogy halhatatlan a szeme, mikor egyszer mégis sikerült rászedni, a kudarcot nem élhette túl. A bátya esete meg egyenesen gyönyörű. Így van a szöveg. Ugye itt az csinálja, hogy tehát hogy valamiért igen. teszteli ezt a nagybácsi, és amikor elmondja a nagybácsinak, hogy ő mire jutott, ugye, ami egy titok, hogy ő igazából kártyás volt, hogy igazából megbukott a Igen, nagyvilágban, igen, igen. és ezzel szembesíti valahogy a nagybátyát, úgy, hogy a nagybátyja ezt nem szeretné hallani. Tehát, hogy ez a Béla úr ezt szeretné ezt titokban tartani, de valahogy az Ilka az kitalálja, hogy mi történt, vagy kitalálja, hogy mi is volt a sztori. És akkor elmondja, hogy, és így kezdi, minden úgy szép, ahogy megtörtént. És akkor elmond három szörnyű Igen, dolgot. Ugye igen. a három szörnyű dolog, hogy a kis testvéreinek a koporsói, hogy ez Igen, tökéletes, hogy az ő igen, kis igen. testvérei azok meghaltak. Hogy az apját azt agyonverték a saját A nagyobb, napszámosai, de nagyobb. hát azt nem tudjuk, hogy amúgy így volt-e, de hogy valakik agyonverték egyszerűen. És aztán, mármint ugye a nagyapát. Nagy És hogy nagyapját verték a agyon, nagyapát igen. agyonverték a saját Igen. napszámosai, aki egy 48-as hősem volt, és túlélt minden, de a saját napszámosai, akivel elmérték, nagyon jól kijött, azok agyonverték, és legurították a hegyről. És aztán a harmadjára, hogy az apja az meg gyakorlatilag agyvérzést kapott, mikor Hát ilyen életében gutaütést először kap, igen. átverték, mert hogy vett egy kocát, és kérdezte, hogy nem hasas-e, hogy ne, ugye nem és mikor felvágják a kocát, akkor kiderül, hogy ott vannak benne a disznók, tehát hogy mégiscsak hasas volt, és ezt egyszer nem bírja elviselni. És azt mondja, hogy ez mind tökéletes, hogy mindennek így kellett lenni. És akkor ez szerintem egy szuper izgalmas. Tehát, hogy itt ez már, vagy nem tudjuk, hogy ez már egy ilyen háborodott elme, aki azt gondolja, hogy minden szörnyűség
az pont tökéletes, vagy hogy a szörnyűségben is ugyanúgy lehet gyönyörködni, vagy hogy mindennek értelme volt, vagy mindennek célja volt, de hogy ez már látszik, hogy nem egy ilyen megnyugtató dolog, hanem hogy úgy szép, ahogy megtörtént. Nem azt mondja, hogy úgy jó erkölcsileg, ahogy megtörtént, hanem úgy szép, hogy, hogy már bármiben is tud gyönyörködni. Ahogy tud a, ugye még azt nem tudom, hogy ez mennyire spoiler, majd esetleg kivágjuk, hogy vesz három disznót, és ezt a három disznót úgy neveli, mint a Mari neveli a Gönczi Dénesnek a gyerekeit. Tehát igen, ez már, és hogy ő ebbe is tud gyönyörködni, felöltözteti őket, meg töltött káposztával eteti őket, meg mindent. Ennek az őrületnek nagyon pervers, de hogy ennek kétségkívül van egy ilyen esztétikai, hogy mondjam, vonzereje ennek a fajta őrületnek, nem? Tehát, hogy az érdekes. Igen. És hogy lehet, hogy egy csomó mindent ezért csinál, mert gyönyörködni akar abban. Mindig érdekli, hogy mi fog történni. Például, amikor mond valami nagyon durvát, mindig erősen figyeli annak az arcát, akinek mondja, akiket halálra sért. Figyeli az arcát, és többször mondja, mi lenne, ha most elolvadna az arca. Tehát, hogy valahogy meg akarja őket semmisíteni. Esztétikailag érdekli egyszerűen az Ilkát ez. Parancsolj. Igen, és hogy azért ez például van az a jelenet, hogy kapcsolódnak egymásba jelenetek. Ugye említettük ezt a présházat, és említettük azt, hogy ez a kerülő mond valamit az Ilka apjáról. Először a sztorit onnan ismerjük meg, hogy ott a présházban mesélik el ezt a sztorit, és ez úgy kapcsolódik vissza. És azért van egy nagyon durva jelenet, amikor ugye említetted az elején, hogy ezek a vásárosok oda mennek hozzájuk, és minden iparos családnak van egy ilyen bevett vásáros, aki mindig ott alszik náluk, ott tölti az éjszakát, és úgy kezd a vásár, úgy megy a vásárra, és a Gönczi Dénes is ilyen. És hát amikor összeölelkezik az Ilkával, majd bemennek a konyhából, még akkor él az Ilkának az anyja, és akkor az Ilka kvázi baszás után elkezdi kérdezgetni, na és a Marival mi a helyzet? Na és a gyerekek? És tehát, hogy olyan kellemetlen szituáció hozza az embereket, tehát hogy nem egy egyszerű személy, úgyhogy nagyon, nagyon nem könnyű hozzá jól viszonyulni. Én is olvasnék még egy jelenetet, és hogy itt rengeteg tragédia, ezt nem is akarom elmondani. Tehát amikor megismerjük az Ilkának a sorsát, hogy kicsit miért is lehetett olyan, miért válhatott olyanná, azért az is egy ilyen megrázó rész. De hozok egy jelenetet, amelynek nagyon sokszor lesz jelentősége, ez még pedig az, hogy elmeséli a narrátor, hogy hogyan került a harangláb, és hát a harang a toronyba föl, és hogy ez egy 12 ökrös szekér húzza a vonatról leemelt harangot, és hogy hát egy gyönyörű szép pillanat, nekem egyből beugrott, emlékszel, a Jadviga Párnájában van az a jelenet, amikor ott van a Ondris, és ott fölmegy ott a kihalt templom. Igen, és a végén nekem, tulajdonképpen. Igen, ugyanaz a jelenet. Na és akkor innen jön a szöveg, hogy azt mondja, hogy hogyan is jaldulhatott volna fel Szent Ilka, amikor az egyik ökrös ember kezében az ostor véletlenül hátrafele is ütött, és a szíj megtérő vége neki a vállát érte. Ilkának úgy rémlett, szétfeslett az ütés helyén a sejemba. Lopva oda pillantott, de az ostorhegy nyomot nem hagyott. Aztán meg attól rettegett, netán bőre hasadt föl, és a seb mindjárt átvérzi a ruha sejmét, úristen, mi lesz. De ha nem is vérzik az ütés nyoma, vajon az arca nem rándult-e a fájdalomtól, és ha igen, látták-e sokan? Hiszen itt fenn mosolyogni kell. A szerencsére eszébe sem jutott, hogy érheti még az ostor, talán arcát, karját, mellét is, még felérkeznek a templomig. És arra se gondolt, bár jóval később egyszer még följajtult emlékezetében ez a pillanat, hogy esetleg a többieket is érhette ostorcsapás. Ki tudja, talán valamelyiküket elérte akkor ott a hajcsárok ostora. Lehet, azért is állították őket oda. De Szent Ilka akkor még nem gondolta arra, hogy valamiben is, éppen fájdalomban osztozkodhatnék valakivel. Úgy érezte az ostor, bár tilalmat szegett, neki ezt valami oktalan oknál fogva nem szabad kiszolgáltatnia. Amikor a szekérről végre leszállhattak, és a dalárda újból rázendített, ő édesanyjába karolva bámulta, mint indul meg, lengve fölfele a harang, sok mázsás fénypohara. Ez nagyon az elején van még a szöveg. Nagyon az elején, és a vég, ugye a közepetáján tudjuk meg, hogy
miért nem volt ez szabad neki kimondani, mert ugye ez Igen, az ő igen. egyik titkára emlékeztette És őt. ezt ne áruljuk el, ezt ne áruljuk el, csak annyit Miért? ne áruljuk el. Van egy jelenet, amikor hát rossz fát tesz a tűzre, mondjuk így, tehát hogy Igen. nagy csalódást okoz az apjának, és Ez a jelenet megismétlődik, mondjuk. Ez a jelenet megismétlődik, csak az apja csapja meg az ostorra, és véhetőleg nem véletlenül. Igen, igen. És hogy ezt csak azért is hoztam ezt a jelenetet pontosan, mert aztán van még egy jelenet, amikor egyszer jön haza a szőlőből a Gönczi Dénessel, és ő hát ugyanúgy kuporodik. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az előbb, Pontosan, pontosan. ugyanúgy, ahogy az előbb ennél az étkezésnél, rengeteg étkezés jelentet egymásra tudnánk fűzni, rengeteg olyan jelentet tudnánk elővenni, amikor szekérrel mennek A-ból B-be, és ott közben nem egy dolog történik, hanem nagyon sok mondjat. És akkor, ha már itt tartunk, akkor rengeteg olyan jelenetet tudnánk, amikor valami módon az ajtók és a kulcsok kerülnek Pontosan. kulcspozícióba, hogy úgy mondjam. Aha, de jó. A kerítések, ajtók és kulcsok. Ugye ez talán az egyik, vagy hát a sokadik ilyen alapvető motivuma a regénynek, De ugye, jó, de jó megfejtés. hogy mikor mi van bezárva, mikor mi van kinyitva, és erről mindig részletesen értesülünk, hogy hagyja nyitva az ajtót, hogy nem hagyja nyitva az ajtót, Hogy mikor, nem hagyhatja nyitva hogy az nem ajtót. hagyhatja nyitva, mivel van bezárva, kinek van kerítése, kinek nincs, mi van a Igen. kerítésén. Igen, az egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dolog, és talán a legkifinomultabb kerítés az ugye éppenséggel a kút köré Igen, betolt, igen. ugye az a helyzet, hogy nincsen a kútnak kávája, csak Igen, egy igen, fedő igen. van rajta, és azért az egyik ilyen őrült éjjelen a régi disznólat azt oda tolja a kút fölé, hogy ne lássák, hogy eltakarja őt, Igen, ugye, igen. amikor, hogy hordja be a követ, aztán majd disznókat is vesz bele, és akkor már ott végképp hát rejtve van, vagy valahogy, de a disznók mozgása is nagyon részletesen el van mondva, hogy mikor vannak a karámon belül, mikor Igen, vannak a igen, karámon igen, kívül, igen. igen, akkor kilép be az ajtón, ki Igen, nem léphet igen, be az igen. ajtón. Gönczi Dénesről megtudjuk, hogy nem nagyon akar belépni az ajtón, és amikor mégiscsak belép az ajtón, és először hálnak együtt a házban, vagy a lakásban, az hát egy ilyen meglehetősen tragikus Igen, szituációvá igen, válik igen, később, igen. igen. És akkor tehát a szöveg az nagyon szépen adagolja, tehát hogy nem csak az Ilka dilemmáit ismerjük meg, tehát a Gönczi Dénes is egy kult, tehát ő is főszereplővé válik, annak ellenére, hogy ő még csak hiányában van jelen a regény elbeszélés idejében, de ő is kult szereplő, és nagyon érdekes az ő dilemmája, amikor egyszerűen szembesül azzal, hogy az Ilka, ez crazy. Tehát, hogy ott van, hogy neki egyszerűen az, hogy az Ilka az el is elmeri hinni, hogy az Ilka az övé lehet, tehát az, amikor együtt vannak, az is olyan, tehát hogy így gyakorlatilag a Dénes részére szinte megalázó, tehát hogy így egy, tényleg ő csak Pontosan. ilyen toyboy, tehát hogy egyszerűen csak egy ilyen szexrabszolga, hogyha így Igen, tesszük, mert hogy igen, ilyen igen. abszolút semmi, tehát nincsen meg az a szerelemben, tehát az egyenlőség, tehát semmilyen szinten nincs, és ha még akarna, sem lehet, és talán még ez a fizikai különbség sem jön ki. De amit ezzel kapcsolatosan akartak mondani, hogy ezt a szöveg nagyon, nagyon érzékletesen és nagyon jól mondja. És hogyha már a kulcsok és használati tárgyak, nagyon sok fejtegetés van a minket körülvevő tárgyak, hát ugye a csizmák, Igen. a rengeteg kép, Bakancsok. a bakancsok, és akkor csak egy jelenetet mondok, hogy az a Dénes kapcsán, hogy amikor a Ilka anyja meghal, és a temetés ott az udvaron ott zajlik, és ahogy azt megírja, hogy na, Dénes úgy megy el most a Ilkáikhoz, hogy nem szolgálatban megy, gyalog megy, nem szekérem, nincs, tehát hogy olyan, mintha És oda ezt megy, élvezi. és ezt élvezi, hogy Igen. nézelődhet. Van egy zseniális jelent, amikor elgondolkozik azon, hogy na, ezek mennyi bort töltöttek ki az elmúlt évek, évtizedek során, hogy ez milyen magas lenne az udvaron, hogyha az megtelne borral, és hogy abból ott ringana a koporsó. Ez is Igen. egy gyönyörű szép jelenet. Amikor elmegy a nász nép, elmennek a temetésre, akkor Dénes az üres portán ott marad, és ott bemegy, ott széjjel néz a házban. Zseniális. És amúgy azért megy be, hogy bezárja az ajtót, mert ugye a babona szeli Pont nem ez, szeretne, igen, tehát ha igen, már hagyd igen, igen, visszautaljak igen, az igen, igen. árakra, mert a babona szerint, hogyha nem csukják be ilyenkor az Igen, ajtót, akkor igen. visszamegy a szellem. Igen.
ami azért érdekes, és akkor ez talán még egy olyan szintje, amiről nem beszéltünk, hogy ez egy meglehetősen vallásos közösség, mégpedig egy kálvinista közösség. És emellett azonban úgy tűnik, hogy rettenetesen babonásak, tehát, hogy ezeket a babonákat azért továbbra is betartják, ugye ez állandóan reflektálva is van. Ugye az Ilka az nem jár templomba, és ezen a rokonság különböző részei azok meg is fel is szoktak háborodni. Ugye a Béla úr az mindenképp ez a nagybácsi, ez nagyon szeretné, hogy ő az első, aki érzékeli, hogy az Ilka az meg fog őrülni, vagy hát az őrület határán van, vagy már meg is őrült, és ő neki ez egyértelműen a megoldási javaslata, hogy a templomba kéne járni, de hát ugye ebből az Ilka az mindig csak viccet csinál. De igen, viccet csinál, el is jár aztán a templomba. Aztán néha elmegy, igen. Igen, és akkor Béla úrnak adományoz egy kis szőlőt, hogy ezzel is oda csábítsa úgyfent magához. Ehhez még a valláshoz egyet, azt a jelenetet, az viszont szenzációsan vicces, amikor az öreg özvegy Szendi Krisztinát, vagy a Szendiné, tehát hogy az anyukájának a temetésére véhetlen úgy áll be a halottas kocsi, hogy egy kereszt van rajta. Igen. És akkor érzékelik, hogy ez itt nagyon nem lesz jó, és akkor gyorsan elfutnak hogy hívják, lecserélik a keresztet egy buzogányra, mert mégiscsak református temetés. Igen, az is teljesen jó. Csak hogy azt akarom mondani, hogy van azért humora. Tehát, hogy humora mindenféleképpen, nagyon jó humora van, sajátságos humora, úgyhogy az nagyon, nagyon érdekes. Van még egy szövegrészleted, akkor azt még hallgassuk meg, és akkor utána jön az enyém, és akkor lassan már rá is fordulunk a végére. Szegény bátya, tudtál, hogy nem mondtam komolyan? Már akkor tudtam, hiszen most is csak véletlenül jutott eszembe. Mondtam, hogy mondjak valamit, hogy szólhassak. Igen, mindenbe azért kapaszkodom bele, hogy teljen vele az idő. Ha idejön, nem ülhetünk szótlanul, azzal csak megijesztenénk egymást. Riasztó lenne, ha nem volnának szavaink. Jó, hozom a bort, töltök. Bátya felhajtja, én kóstolgatom, de szólni kell. Különben azon gondolkodnánk, vajon mi jár a másik fejébe. Belegondolnánk egymás fejébe, ki tudja miket. Ezt is csak azért, mert félnénk elhinni, hogy a másik itt ül szemben velünk, és nem gondol semmire. Rettegünk attól, hogy nem keltünk egymásban gondolatokat. Ezért beszélünk. Még jó, hogy örökké előttünk lehet ez a kancsóbor is. Nézegetjük, forgatjuk a poharunkat, kóstolgatjuk a bort, néha ízlik, máskor nem, és ennek is mind jelentése van. Nekünk pedig, ha egymással töltjük az időt, különösen nehéz a dolgunk, mert mi nem mesélünk egymásnak arról, hogy mi történik a szomszédokkal. Az már igaz, mondja a Béla úr. És ez is úgy kezdődik, hogy mintha gondolná ezt, de hogy ez kiderül, hogy tehát megsérti előtte, ugye azzal, hogy kártyás volt, vagy nem is tudom. És akkor azt mondja, hogy hát ezt csak úgy mondtam, azért, hogy mondjak valamit. Azért bántalak titeket, mert unatkozom. Azért bántalak titeket, ez az első megoldás, ugye? Valamit mondani kell. A második megoldás azért bántalak titeket, mert muszáj, mert tök érdektelen a szomszédokról, nem derül ki senkiről semmi, igen, csak a szomszédokat igen. Megbeszéljük. Nem tudom, hogy neked van-e ez az élményed, nekem egy csomószor így héven ülök, és hallgatom, hogy mások mit, hát hallom, hogy mások mit beszélnek, és olyan mérhetetlenül érdektelennek tűnik, és nem csak azért tűnik annak, mert nem ismerem a szereplőket, hanem láthatólag egyiket igen, sem igen. Érdekli, hogy mit mond a másik. Tehát, hogy olyasfajta diskurzus, amiben nem érdekli, senkit nem érdekel, hogy mit mond a másik, igazából csak ő akarja elmondani, hogy mi van vele, mint a kórházi váróban, hogy nekem epeköven van, nekem meg a vesémmel van gond. És hogy igazából az epekövest rohadtul nem érdekli a vesebajos, csak ő el akarja mondani, hogy ne legyen csönd, vagy valami. Ez egy nagyon beszédes szerintem az Ilkától, hogy rettegünk attól, hogy nem kell egymásban igen. Gondolatokat, ezért beszélünk, hogy akkor unalmas vagy én nem is létezem, vagy hogy akkor hogy hatok, akkor nincs semmi nyoma a létezésemnek, vagy semmi, hogyha nem keltek a másikban gondolatokat, ugye annál iszonyúbb úgy látszik, hogy nincs annál az Ilka számára, tehát annál még az is jobb, hogyha félnek tőle,
az is jobb, hogyha gyűlölik, minden jobb. De keltsünk benne gondolatokat. Tehát, hogy attól pontosan, fél, hogy jelentéktelenné válik, vagy hogy érdektelenné válik a létezése. Szerintem szuper vicces, és a másik, amit még mond, hogy és ugye ez a bor, ami a másik alapvető motívum, ugye, hát amennyit ebben a regényben isznak, tehát, hogy emlékszel a Dallas-ra ivás játékra, hogy amikor Jock iszik egyet, akkor neked is kell, és akkor hát nagyon szépen el lehetett így készülni viszonylag gyorsan, de most ha ebbe a regényben mindig innál egy bort, amikor isznak, akkor az valószínű, hogy a detoxikáló, úgy a 30. oldal környékén. Hát ugye, hogy a halál kilovagoltak, van az a jelenet, amikor elmennek sörözni ott a Balaton, vagy ott a Velencétól, hát ez már ugyanez, hogy ez most na, hány liter bort isznak meg az ember. Na, de hogy jelentésessé válik tulajdonképpen a borivás is, mert ugye azt mondja, hogy nézegetjük, forgatjuk a poharunkba, néha ízlik, máskor nem, és ennek mind jelentése van. Tehát, hogy ugye ezt az életet csak valami kábítószerrel tud kibírni. Azt is mondja, nem? Be vagyunk zárva magunkba. És két dolog van, valahogy érzéseket kell keltenünk a másikban, ha megy, akkor pozitívat, de egyszerűbb nyilván, vagy szórakoztatóbb, hogyha bántjuk a másikat, ez az Ilkának a logikája, és közben meg inni kell. Az Ilka is folyamatosan iszik. Mindenki folyamatosan iszik ebbe a regénybe. Igen. Ami nekem nagyon, nagyon, amit megragadott az, amikor mondtad, hogy vannak ezek az esszéisztikus részek, de azért az egész szövegre jellemző ez a hát ilyen létdilemmák, tehát hogy mi az élet értelme, mit keresünk mi ebben, a helyünk a társadalomban, van-e a feljebb jutásnak egyáltalán értelme. Ugye ott a fő motiváció ott a Gönczi Dénes, főleg a Mari részéről, hogy ők urak legyenek, hogy nekik legyen sajátjuk, és az Ilka ezt annyira nem lenéz, mert számára ez nyilván megvan ez az egész, tehát kvázi független, és hogy ezek mind benne vannak a szövegben, és tehát hogy nagyon-nagyon sok minden, és annyi mindenről nem beszéltünk, hogy amiről akkor legalább említsük meg, hogy miért mi nem beszélünk, ami a egyik legsejtelmesebb és legnehezebb része ennek a szövegnek, hogy ugye van ez a festmény, amit említettél is, és hogy egyszer olyan érzésünk van, hogy ez a Ilka fejében játszódik le, de olyan, mintha a Dénes is reagálna rá. Szóval az a lényeg, hogy van egy jelenet, amin látjuk a lovakkal a fejedelmet, tehát persze a kép abszurditása, hogy egy nyári tájat fest le ez a kép, festmény, de akkor a fejedelem ilyen prémes bundaszerűségben van, hogy akkor hogy nincs felege, hogy ez mennyire abszurd, és ott a kutyák is ott vannak, meg a lovak, és hogy a fejedelem az folyton visszajön, amikor olvastam a szöveget, végig aláhúztam, na itt a fejedelem, ott a fejedelem, és hogy az egész az ott nem áll össze. Ez a rész egy ilyen nagyon, nekem egy ilyen nagyon, olyan rész, hogy idő után már el is engedtem, mert nem is nagyon törődtem, mert nem tudom nektek, hogy voltál ezzel. Hát ugye ez a festmény, ez nem egy festmény, hanem valami nyomdaipari brepro, az kiderül, be van üvegezve, és közben be van keretezve. És az Ilka ez erre a fejedre, erre vágyik, tehát hogy ő valahogy nagyon vonzónak találja ezt a fejedelmet, ami, és akkor van erről egy ilyen társadalom elméleti elmélkedése, hogy akik önazonosak tulajdonképpen, akik nem tudnak mások lenni, mint amilyenek valójában, azok igazából a nagyurak és a parasztok. És mindenki, aki köztük van, az a szemét. Tehát, hogy a nagyurak, azok nagyurak, azok mindig nagyurak, a parasztok azok akármit is csinálnak, nem tudnak kijönni a paraszti létből, és mindenki más, az pedig csak ide-oda fújja a szél, és nem önazonos. És hogy azért az nagyon izgalmas, hogy az Ilkának a lelki szerelme az egy nagy úr, a fejedelem, a testi szerelme az egy paraszt, az a két valaki, aki ő szerinte önazonos, aki, és ez magyarázatot adhat arra is, hogy miért nem talál magának párt. Tehát kiderül, hogy egy gyönyörű nő, nagyon vonzó, rettenetesen gazdag a helyi viszonyok. Nem eszéletlenül gazdag, de hogy nagyon-nagyon jó módú. Gyönyörű szőlői vannak, stb. Emancipált, ez is. Emancipált, nem tudom.
De hogy mégis a plátói szerelem ahhoz, ehhez a fikcióhoz köti a nagyúrhoz, akit nem látott, csak nem is festményen, hanem reprón, és a fizikai szerelem pedig egy paraszthoz köti, aki, ha ez szerelem egyáltalán, nem pedig csak testi vágy. Ugye, és ez a kettő, ez valahogy az Ilka fejébe ez összekapcsolódik. Tehát, hogy ő tulajdonképpen a paraszttal pótolja, a paraszt valóságával kezd el pótolni a nagyúrnak, a nagyúr iránt táplált plátói és fiktív érzelmeit nyilvánvalóan. Igen, és közben azért a Sandy Ilka javára felesleges őt védeni, mert tök összetett karakter, de hogy... Megvédi magát elég hatékonyan. Igen, megvédi magát elég hatékonyan, de nagyon sokszor önreflexív. Tehát, hogy pontosan tudja, hogy na, ezt most miért kellett. Tehát, hogy reagált, tehát, hogy folyamatosan így... Tehát, az egész regényben folyamatosan reagál magára. Igen, Végig. És de... nem tudod kizárni, hogy az egésznek a célja az, hogy magára ismerjen, nem? Hogy megtudja, hogy ő ki, hogy honnan jött, azért faggatja a rokonokat, az összes izét, hogy honnan jöttem, milyen család, kik ezek, most úgy, hogy viselkedem, most ez kinek a izéje, miért csinálom ezt, és láthatólag azért csinálja, hogy megtudja, hogy ő ki. Igen, és még ezt azzal egészíteném ki, mert ez tök jó, hogy így kiemelted, Marca, hogy ami még, tehát hogy amikor reflexív, akkor nem csapja be magát. Akkor meg ilyen tök kegyetlen őszinte, és ettől a ez szöveg, igaz, ilyen nagyon zavarbejtő lesz, mert ugyanezt, ilyeneket nem szoktunk kimondani, hogy halihó, itt üldögélünk, azért nem beszélünk, mert tök jellegtelen az egész, ami vagy. Engem nem érdekezte, de azért mégiscsak beszélünk, tehát olyan dolgokat, tehát hogy ebből meg nagyon izgalmas irányokba megy a szöveg. És akkor én most már így lassan lezárás felindulva, én is még elhoznám azt, mert ez szerintem egy nagyon, nagyon szép kép, és akkor utána még ilyen záró gondolatok, és akkor ezzel zárjuk a mai epizódot. Fogja a vizes vedret, és a kékmázas kantát a mosdó mellől indul az artézi útra. Ebben az órában ez még természetes. Akár a kúton a köszöngetés, vagy a jószág fúvása a vágynál. A csurgó vízsugara kopott gyémánt pálca, alig is villan a sötétben. Engedelmesen gyűrődik, dobol kis ideig az edény alján, aztán némán tölti tovább. Ez a csurgó vízsugara kopott gyémánt pálca. Alig is villan a sötétben, engedelmesen gyűrődik, dobol kis ideig az edény alján, aztán némán tölti tovább. Köszöngetés újra, csengő szól valahol a Novak nyakán. 30-40 méter után leteszi a két edényt. És hazáig még jó néhányszor. Mindig, amikor a vedret 3-4 mozdítható kődarab közelében állíthatja le. Ha éppen senki sem közeledik. Amint az edényekkel lehajol, ugyanazon a mozdulattal föl is szedi a követ, és belepottyantja a vederbe. Aztán annyira hozzáidomul a mozdulathoz, hogy már a víz sem szól vissza, amint a követ elnyeli. Mire a kapuig ér, félig tölti a vedret a kő, a vízből többször is le kell önteni. Ez lesz jó. Ugye az első olyan jelenet, amikor már nem csak az van, hogy ezt a kutató elkezdi tölteni a kertben megtalált kövekkel, hanem így gyakorlatilag elindul az a folyamat, aminek a vége a totális megőrülés lesz, vagy talán nem is tudjuk, hogy mi lesz, de az a lényeg, hogy ez az első mozdulat is, hogy, tehát, hogy a nyelvére szerettem volna megint fölhívni ismételten, nem tudom, ezt nem lehet elég hangsúlyosan mondani, hogy nagyon-nagyon szépen megírt, és akkor majd egy képet be is fogunk csatolni, hogy és ebben az adás elején említett disszertációban is van erről szó, hogy a szerző nem adta oda a kéziratot, képzeld el ennek a disszertálnak, az Ágnesnek, valahogy úgy, hogy ne legyen eredeti kézirat, és hogy van egy fotó, egy olyan képet képzelj el, ami az Eszterházy, amikor egy oldalra lemásolja az Ottliknak az iskola határon, körülbelül ugyanilyen az ő kézírása is, tehát hatalmas nagy papírokra, nagyon pici apró betűkkel, és egy ilyen sűrű, szinte felolvashatatlan dolog, és hogy ez a szövet, ez az élő szövet, és hogy nekem az a kép ugrott be az egész könyv kapcsán, hogy olyan érzésed van, mint hogy ez egy olyan szöveg lenne, amelyik így egyszerűen nincs befejezve. Ez így folyamatosan újra és újra, újra szövi, újra, újra, újra nő, újra teremti önmagát, és ez nagyon kevés szöveg tudja, hogy ezt nagyon hitelesen és szerethetően csinálja.
Hát teljesen egyetértek. És az is biztos, hogy, hogy amikor így vége van, vagy hát ugye, ugye nem folytatódik tovább, akkor így abszolút kedved van újra kezdeni, tehát és akkor minden egyes újraolvasásnál, hát így egyre mélyebben kerülsz be ebbe a szövedékbe, úgyhogy hát nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk. Türelmet igényel eleinte, és elszánást, de nagyon-nagyon megéri. Én is ezt gondolom. Na jó, szerintem ez így ez a rész megvan. Figyelj, Marca, én most úgy gondolom, hogy másfél órája beszélgetünk. Nagyon sok. Mindig De, szoktunk de hozni. sokat belerongáltunk, De úgyhogy én az, akkor azt is egy gondolom, egy hogy óra 10 perc hasznos anyag már van. én azt gondolom, hogy most a polcomon találtam részt, azt Szerintem is hagyjuk. most azt hagyjuk ki. Viszont, Majd... hogy mit fogunk olvasni, azt én még Na, nem akkor ezt tudom. most vitassuk meg, mert én felvetettem, ezt mondom a hallgatóknak, hogy végre most már legyen egy eszterházi szöveg. Én javasolom a kiszavatról a léti biztonságáért. Meg tudsz győzni, ha ne ez legyen, de Szerintem most akkor... valami könnyebbet nézünk már. Könnyebbet? Há persze. Valami jobban fogyasztható, szélesebb körben fogyasztható. Legyen ebben az évadban Eszterházi, de legyen valami De könnyedebb ebben az dolog. évadban már egy adásunk lesz, Marcel. Akkor Ja? még szerinted még lesz két adásunk? Én benne Nem. vagyok. Nem. Akkor nem ebbe az évadba, tehát mostanában. Ja, oké. De Na. most kettő ilyet beteszünk egymás mellé, de megbolondulna. De úgyis, De, majd. Na jó, szerintem akkor... legyen valami népszerűbb. Nem, Na. nincs ötletem amúgy. Na hát ez jellemző. Ja. Jaj. Na, akkor ezt gyorsan ki kéne találni. Hát Valami figyelj. kortársabb. Na, figyelj. Van ilyen, hogy Paulus indul a bakterház, képzelt riport, Harry Potter, kiszavatol. Hát Legyen a ezek... képzelt, De riport. azt lehet, hogy mit Ez még jelent ennek? fél óra alatt el lehet olvasni. Jó, akkor képzelt riport, vagy indul a bakterház? Akkor indul Indul a a... bakterház? De lehet, hogy indul a bakterház az ilyen jó évad kezdőnek. Jó. Akkor Akkor most legyen a képzelt riport. én ott gyakjuk le a képzett riportot. Vagy hát ki tudja, már régen olvastam. Hát Hát akkor... lefogjuk. Jó, akkor kedves hallgatóink, a következő adásnak a szövege az a képzelt riport az amerikai popfesztiválról, talán ez a teljes cím a szövegnek. Igen. Déri Tibor. Déri Tibortól, ez szintén megtalálható a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmet és a több hónapos hosszú türelmet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük azt, hogy vagytok, és most az igyekszünk most már újra fölvenni a beszélgetés vonalát. Én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy köszönjük szépen, én Deszlás Sándor voltam. Én pedig Mészáros Márton.